Idén ünneplik a magyar betűmagtermesztés 140 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból szerveztek szakmai ünnepség sorozatot, amelynek az egyik állomása volt a Békés Csabai rendezvény. A februárban indított program legfontosabb célja az, hogy tájékoztassák a vetőmagtermesztéssel, feldolgozással vagy forgalmazással foglalkozó partnereket. Nagyon fontos az, hogy a partnerénk, a nagyközönség is tisztában legyen ezen a szakterületen az állami szerepvállalással. Szeretnénk, hogyha megismerjük azokat a változásokat, amelyek az intézményi és a jogi háttérrel az utóbbi években változtak, hiszen nagyon sok változás volt, illetve szeretnénk bemutatni azt, hogy a megyei kormányhivataloknál lévő szakmai osztályok, tehát a járatban lévő szakmai osztályok és a NÉBIK növénytermesztési kertészeti igazgatóság hogyan működik ezen a szakterületen. A helyszínt biztosító megyei kormányhivatal főigazgatója beszédében kiemelte, Békés megye kiváló vetőmagtermelő területnek minősül. A Békés megyei kormányhivatal, Békés Csaba járás hivatalának agrárügyi főosztálya, három megyének az illetékességi területén végzi a tevékenységét, vetőmag ellenőrzés, szaporítóanyag ellenőrzéssel kapcsolatban, termesztésfelügyelettel kapcsolatban, és itt ki is hangsúlyoznám egyébként, hogy például az országos fémzárolt vetőmagok nagyjából 30-40%-ba Békés megye és ebből a régióból kerülnek ki, amit Békés megye felügyel, de például a kukorica esetében ez majdnem az 50%-ot éri el, és még egy érdekesség, hogy a zöldség szaporítóanyag tekintetében pedig majd 70%. Az, ami Békés megyéből kikerül. Az eseményen elhangzott, térségünkben történelmi hagyományai vannak a növénynemesítésnek, melyet Mokri Sámuel, Tessedik Sámuel vagy Baros László országos hírű búzanemesítő munkája is bizonyít.